Ez igaz. Ezt komolyan mondtad? Igazán a szívedbe zárta? Igen, így igaz. Még sosem beszéltem ilyen komolyan. Akkor hát... ez egyszer a mi vallomás volt. Ez a csók. Vagyis azért tetted, mert igazán ígérszál. Mert tetszom neked? Igen. És remélem nem zavar. Luisa, egész éjszaka csak rád gondoltam. És arra, hogy milyen kellemes volt a vendégfőben. Konokul megitted az italomat, és gyönyörű voltál. Jaj, ne is jutott eszembe. Tényleg boldog voltam, de amikor felálltam az asztaltól, minden olyan bizonytalanná vált, minden elhomályosult. Észrevették az embereket. Nem. Dehogy is. Megfogtalak, és szépen egyenesen kimentünk a parkolóhoz. Köszönöm. De nagyon aggódtam, hogy nehogy meglássanak a szüleid. Nem, dehogy. Egyenesen a szobámba mentem, és eljátszottam, hogy alszom. De a legrosszabb az volt, hogy az ágyban minden forgott velem. Mondta a testvérem, hogy itt járt vissza. Volt egy vitátok. Mondtad neki, hogy ne avatkozzon bele Luisa életébe, de ő mégis a nagy... Jaj, elég már! Milyen nagy ménye is kinek? Elegem van már ebből a színjátszásból, ebből a színlelt házasságunkból is. És hogy az egész világnak azt hazudott, hogy Luisa a te édeslányod. Amelia, úgy neveltem őt, mintha a sajátom lenne. Igen, mintha, de mégsem az. Luisa, Luis Alejandro és az én lányom, és elegem van abból, hogy eljátszuk a világ előtt, hogy mi egy pár vagyunk, és hogy ez egy igazi házasság. És abból is elegem van, hogy rejtegessen mások előtt, hogy nem alszunk együtt, és hogy eljátszam, hogy boldog feleséged vagyok. Amelia, fejezd be, kérlek. Kérdezd meg, ha nem mondhatom, el végre szétrobbanok. Undorodom ettől az egésztől, Pedro. Miért büntet így az élet? Mit vétettem, hogy veled kellett maradnom? Igen, de tudomásul, hogy csak is azért maradtam veled, mert nem volt más fiú számomra. Halló? Szonya, mi történt? Minden rendben? Én itt vagyok, várok egy ügyfélre Luisa Fernandára, majd megyünk a törvényszékre, hogy aláírjunk néhány papírt, ennyi az egész. Micsoda? Jól értem, egy tüntetés? Igen, egy tüntetés. Elfoglalták a törvényszék bejáratát. Senki nem tud se kijönni, se bemenni. Szerencsére én kint vagyok. Biztos vagy te ebben? De hiszen akkor értesíteni kell a rendőrséget, nem? A rendőrség már megérkezett, de a helyzet még rosszabb. Kétlem, hogy ma tárgyalás lenne. Szia, Marisa! Bocsánat, zavarok? Nem zavarsz, már alá is írtuk az összes papírt. Ordon az úr, ő Jennifer, Thomas Eduardo barátnője, a menyen is egyben az üzlettársa. Nagyon örülök, kisasszony. Úgy szintén. Marisa asszony, köszönök mindent. Bármi legyen, még beszélgetünk. Minden jót, uram. És Carlos Eduardo? Még nem kelt fel? De korán bement a kórházba, nem is találkoztunk. De hogy vagy, Jennifer? Pocsékul. Meglátod, hogy amikor beszélsz Carlossal, meg fogja magyarázni a tegnap történteket. Na, most tegnap este eljött hozzám, de rettenetesen dühös lettem, beszélni sem engedtem, sőt sértegettem, és kidugtam a lakásból. Elkísértelek volna az ajtóig, de az alak hirtelen utamat állta, és elég idegesnek látszott, hogy egy picit kittasan lát. Kész az el? A szerelmed vagy az egyik futókalandod, amiről a vendéglőben beszélt? Cezár a szerető? Nem, hogy gondolod? Cezár egy szomszéd. Az anyám barátnőjének a fia. Az apámmal dolgozik a kertészetben. Te azért, hogy te lettél. Befejeznétek a cseregést? Unatkoztam odakint, rád várva a parkolóban. Bocsáss meg, Augusto. Igen, már befejeztük. De Carlos Eduardo olyan dolgokat mondott, amiket
Lehúzgattam. De menjünk a bíróságra. Nem, már nem megyünk. Épp most hívta a telefonon, és azt mondták, hogy valami tüntetés van, és senki sem tud se bejutni, és se kimenni. Azt hiszem, ma már nem lesz tárgyalás. De legalább nem maradok le az órákról. Elvisz fel a suliba? Hogyne, persze. Ezek aztán alaposan keresztbe tettek nekem. Na, még találkozunk. Lisa, köszönöm, hogy eljöttél. Örülök, hogy láthatlak, és ne felejtsd el semmit, amit mondtam. Minden igaz. Most érünk. Jól van, még találkozunk. Azt akarod mondani, hogy a könyvtárban kutat? Jól van, Ellie. Beszéljünk másról. Itt van a nyakunkon a ballagás, és nekem még fogalmam sincs, mit veszek fel. Nekem Peti márkás ruhám lesz, és egy Ellen klasszióval megyek, hogy torogni fog a nyálatok is. Én még passzit nem szereztem, de az anyám egy álomruhát készít, mert le is vette a méretet. Jaj, anya. Biztosan valami egészen különleges eszközökkel. Mert így a kilométerekben kell mérni, ezt mindenki látja drágaságon. Mit képzelsz-e magadról? És miért röhögsz, te hülye? Ki megmondtad, hogy hülye? Te hágom volt. Hagyd már a basárolni, nézd magadról. Hágom volt, nézd magadra. Nézd már, de nem érted? Mi történik itt? Mondd csak, mi is hisz? Magyarázza meg, valaki mi folyik itt? Nem bírtam már is százéként, amikor előállt megint ezzel a sürgősségi mesével. Sőt, elmondtam, hogy voltunk a kórházban, de nem volt ott, úgyhogy hazugság ez az egész. És mit mondott? Legalább adott valami magyarázatot? Nem, mert nem hagytam. Kidobtam a lakásból. Jaj, Jennifer, mondtam már néha jobb, ha inkább leharapjuk a nyelvünket, mint hogy kimondjuk, amit gondol. És a legrosszabb, hogy nem hívott sem este szemreggel. Istenem, azt hiszem, hogy mindent elrontottam. A mindenség, itt látom, megy a munka. Hogy vagy, Jennifer? Jól, köszönöm, egy kicsit gratulálok Máriszával. Szia, szerelmem. Azt hittem, elmentél a törvényszékre. A tüntetés miatt minden tárgyalást felfüggesztettek. Ez elnyújtja az egész ügyet, és eltereli a figyelmem a munkámról. Na jó, én megyek. Életem, szeretném, ha ma korán hazaérnél. Tudod a vacsora? És szeretnélek bemutatni Andreinának, az új titkárnőmnek. Lisa Fernanda. Nem tudom, annyira nyílt, annyira érzékeny. És a szeme, a nézése rabul ejt. Már amikor először megláttam, és a szemébe néztem, éreztem, hogy megremeg a lábam. Éreztem, hogy ő az igaz. Igen? Hogy vagy, Jennifer? Kérlek, ne haragudj rám. Azt hiszem, az este elvetettem a súlykot, és olyanokat mondtam, amit nem kellett volna. Most dolgozom. Doktor úr! Egy pillanat, kérlek. Egy súlyosabb eset érkezett. Intoxikáció. Már várják a sürgősségén. Köszönöm, azonnal megyek. Jennifer, ne haragudj, de akadt itt egy sürgősségi esetem. Mennem kell, úgyhogy hívd később, jó? Oké, rendben van. Később beszélünk. De, Carlos Eduardo! Lerakta Marisa. Azt mondta, hogy súlyos betege van, és letette. Mégis, hogy beszélt veled, dühös? Dühös. Bár nem kiabált, tudom, nem akar velem beszélni. Tiszta hülye vagyok. Nem kellett volna patáliát rendeznem. De miért nem hívott fel? Miért nem adott magyarázatot, amikor a szemére vetettem, hogy más nővel járkál? Nem féltékenykedj, Jennifer. Nem tudom, mit tegyek. Nagyon szeretem a fiadat. Szent iránt nem éreztem így, mint Carlos Eduardo iránt, és tudod, ennyi év után megrémít, hogy egy fiatalabb nő
Halálosan félek attól, hogy esetleg elveszíted őt. Nagyon kérlek, hagyd már a képzelődést. Sokan szeretnének úgy kinézni a te korodban, mint ahogy te kinézel. Figyelj, kedvesen, gyere el ma este a vacsorára, és meglátod, minden rendbe jön. Újra kibékültök majd. Nagyon mérges vagyok. Ha nem kérdettél volna annyit Carlosszal, akkor be tudtunk volna menni a törvényszékre. Miről beszélhetek annyit? El kell mondanom az igazat. Tegnap délután Carlosnál voltam. Monteirot kerestem, hogy megmondjam neki, hagyjuk el a pert. Tudom, hogy nem találod jónak, de ha a helyemben lennél, jobban megértenéd. Szóval Carlosnál voltál, és? És ott volt az apám autója. Képzelheted, hogy megijedtem. Azt gondoltam, botrányt rendezett, mert Monteiro csúnyán bánt az anyámmal a bíróságon. És ennyi az egész? Nem tudom. Ezért mentem, hogy megkérdezzem Carlost, de ő sem tudott semmit. Jól van. Hát mennem kell az órá. Luisa, emlékszel, hogy meghívtalak? Szeretném, ha elfogadnád. Nem tudom. Sok óráról lemaradtam már, de kapott. Nem, nem csinált, hogy térdre borulva kérjelek. Megígérted, hogy megünnepeljük, hogy megnyertük a pert. Majd megyek. Még meggondolom. Viszlát. Viszlát. Te nem lennél mérges, ha hájgombócnak neveznének. De esküszöm neked, hogy ezek a hülyék meglakolnak ezért. Ne alacsonyodj így le. És ne esküdőzz, mert az bűn. Nos, ők sértegetik. Ha nem vele csinálják, akkor Luisa Fernandával. Tudom, hogy nem angyalok, de... Miért nem megyünk inkább Joaquinához, hogy ő vegyen rendet? Mert ez nem maradhat ennyiben. Nem akarom, hogy plegykásnak tartsanak. Nem érnek annak tartani. Sorry, Sanővi. Szia. Noszorul, mi a baj? Carolina is. És Gabi csúfolnak, és csúnya dolgokat mondanak rám. Mit mondtak? Mondd csak el! Most azonnal oda megyek, és megvédelek. Ne csinálj semmit, nyugodj meg. Ti ketten jobb, ha órára mentek. Majd mi megoldjuk a problémát, igaz? Elmondjuk Joaquinának is. Ne. Na jó, meglátjuk, mi lesz. Na gyere ide. Ülj le. El kell mondanod, hogy hol voltál tegnap, mert mindenki téged keresett. Szóval, hol voltál? Más férfi? Hát kinek képzelsz te engem? Miért kérdezed ezt? Amelia, nem támadni akartalak, csak az utóbbi napokban a viselkedésed nagyon furcsa vagy és titokzatos. Nem tudom, mire kérdezed. Furcsa és titokzatos? Igen. Valami nincs rendben. A minap például, ha jól emlékszem, egy telefonhívás miatt kiküldtél engem a szobából. Azóta talállak furcsának. Mintha teljesen megváltoztál volna a hívás óta. Igen. Ideges lettem, de esküszöm, nem más férfi volt. Egy régi barátnőm telefonált, és fogalmam sincs, hogy honnan kaphatta meg a telefonszámomat, és ez felzaklatott. Egyszerűen felkavart ilyen hosszú idő után. Eszembe jutott az apámat, a testvéremet, életem első 18 évét is. Tudod jól, milyen nehezen küzdök meg ezekkel az emlékekkel. Amelia. Bocsáss meg, hogy másra gondoltam. Hiányoznak, ugye? Hiányzik az apád, a testvéred. Próbáltam, hogy a közelükbe kerülhess. De sehogy sem sikerült. Ha akarod, talán újra megpróbálhatnánk. Az irodámban minden adat megvan. Gyere arra is, átadom. Arra megyek. Köszönöm. Ott találkozunk, Carlos. Viszlát. Ne. Mit csinálsz itt? Van idődött kárira? Most ittam egyet a kollégákkal. Elvitted Luisát az iskolába? Igen, sajnos, mert beszélgetni akartam vele. Valamit meginni, meg... Figyelj, segítened kell. Most meg miben? Ezt a szépséget nem engedik el egyedül, pláne nem, hogy velem legyen. És most még kevésbé, mert megtudta az anyja, hogy a pert illetően tanácsokkal láttam. És hogy segítsek? Mi találtunk egy tervet Vanessával? Ne aggódj, fantasztikusan fog elszűnni. Mit szólsz? De még ma meg kell ejteni. Próbáld meg, de
Nem fogják kiengedni velünk, Carlos. Ne aggódj, bízd rá, majd én elintézem. Tudom, ez a rossz. Tudom, hogy intézed, tudom. Halló? Ó, Fernando úr, hogy van? Most már elég. Jól, fiam. Tudod, a vizsgálatok miatt hívlak, amiket el kell végeztetnem. Úgy döntöttem, hogy abba a kórházba megyek, ahol te dolgozol, Carlos. Azt szeretném, ha te ápolnál. Ez csak természetes, hiszen a betegen Fernando úr, és szívesen ápolom, de mondja csak... Betartott a diétát? Nos, sajnos azt kell mondanom, hogy igen. Mondd csak, el tudnád intézni, hogy még ma elvégezzék ezeket a vizsgálatokat? Természetesen. Azt hittem, hogy egy magánklinikán végezteti el. Nem azért, mert lebecsülöm a kórházat. Itt van az egyik legjobb csapat. Persze, ebben nem is kételkedem. Bízom benne, hogy olyan orvosok vannak ott, mint amilyen te vagy. Köszönöm, Fernando úr. Jöjjön csak, itt vannak a legjobb kardiológusok, és összehozom a legjobban. Rendben. Van. Ahogy a kórházba érkezek, azonnal felkereslek. Viszlát, és még egyszer köszönöm, amit értem teszel. Jó napot, apukám. Szia, kislányom. Hogy vagy? Hogy ébred? Jó. Igen? Igen, az előbb épp Carlos doktorral beszéltem, mert ott szeretném elvégeztetni a vizsgálatokat, ahol ő dolgozik. Nagyszerű. Akarod, hogy veled menjek? Hát persze, kislányom, nagyon örülnék annak, ha elkísérnél. Ez egy jó ötlet. És úgy közben, ha akarod, beszélhetünk a végrendeletedről. A végrendeletemről? Roberto mondta, hogy erről beszélgettetek. Nem, én nem beszéltem erről a dologról vele. Jaj, ahogy. Ugye, hogy az új világon semmit nem mondtam erről Rigónak. Már hogy ne, Fernando úr? Nem én találok ki dolgokat. Maga szemül is. Emlékszel, hogy az anyámat sírva találtuk, amikor meghívtalak ebédre? Igen. Miért sírt? Nem tudom, talán mert Montero gorombáskodott. Nem akarta elmondani, de eldöntöttem, hogy elmegyek hozzá. Komolyan mondod, hogy elmentél hozzá Luisa Fernanda? Igen, de nem fogod elhinni, hogy mit láttam. Mit? Az apám autója a ház előtt. Az nem lehet. És akkor nagyon ideges lettem, remektem, elkezdett izzadni a tenyerem. És azt sem tudtam, mit tegyek. De hol voltál, mert az apát hisztérikusan keresem, nos, nem tudtam, mit csináljak, és sétáltam egyet, mert fogalmam sem volt, hogy mit mondhatott az apám Monterónak. Hát ez nem lehet igaz, veled mindig történik valami. Hallod, van egy jó ötletem, hogy mehetnénk ki Carlosszal és Augustóval. És mi az az ötlet? Nos, mivel nem igazán örülne az anyád annak, hogy egyedül menj ki Augustóval, és mivel nekem halálosan tetszik Carlos, nem tudom, mondhatjuk az anyádnak, hogy a könyvtárba megyünk kutatni valami után. Na, mit szólsz hozzá? És így találkozhatsz az ügyvédkéddel, aki bolondul érted. Szerintem ez nagyszerű ötlet. Itt vannak a hiányzó meghívók. Rendben, elküldöm e-mailben. Még ma megszervezem a koktélpartit, mindenkinek telefonálok. A bankban nagyon jó kapcsolataink vannak néhány ügynökkel, akik az ügyfeleink. Biztos vagyok benne, hogy majd szívesen együttműködnek velünk. Nagyszerű. Rendben. Andrea, ne menj el. Felhívnád a tervezőket, a modelleknek fel kéne próbálni a ruhákat. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Andrea, mielőtt elfelejteném, ma este lesz a vacsora, szeretném, ha eljönnél, hogy megismert a férjemet. Fernando úr, köszönöm, hogy a mi kórházunkat választotta, és megbízik a személyzetben. Ez természetes, hiszen megvan rá az okom. De a lányomnak egyáltalán nem tetszett ez a dolog, amikor elmeséltem neki. Jaj, apa! Beszéltem már Serrano doktorral, a legjobb kardiológussal, és Graciela elkíséri az irodájába, hogy megvizsgálja önt. Ez nagyszerű, remek. Nagyon köszönöm, Carlos. Gondolom, nem baj, ha a lányom itt megvár engem, igaz? Menjen csak nyugodtan, Fernando úr. Köszönöm. Amikor legutoljára nálunk járt, nem engedett szóhoz jutni is. Nem tudtam megmagyarázni. Nem is kellett, asszonyom. Nem érdekelnek a Luis Alejandroval való viszonyának a részletei. Csak azt fájlalom, hogy ő gúnytűz az anyámból, bár alapjában véve megértem.
Mert mi más tehetne egy férfi, aki a pénzét házasított? Jaj, most mit tudjak? Hogy mondjam el Vanessának, hogy Carlos engem szeret? És ami a legrosszabb, hogy Vanessa már első látásra szerelmes lett belé. Nézd a Fernanda! Mi újság? Szia! Hallod? Az anyád? Igen. Mondtad a könyvtáros dolgot? Nem hagy nyugodni a terv, mi? Persze, hogy nem. Nem akarsz Augustóval lenni. Nézd, micsoda véletlen, hogy épp most jön. Majd meglátod. Mi újság, hölgyeim? Hello! Hello! De jó, hogy találkoztunk. Beszéltem Carlosszal, és azt mondta, hogy mi lenne, ha mondjuk találkoznak négyen ma délután. Carlos kérte, hogy négyen találkozzunk. Igen, addig erősködött, hogy egyszerűen nem tudtam neki nemet mondani. Szerelmes beléd, Vanessa! Belém, komolyan mondod? Ő mondta neked, hogy szerelmes belém? Nos, hát nem teljesen így mondta, de az értésemre adta, hogy legyek én a közvetítő, hogy ti találkozhassatok, érted? De jó! Jó, hisz a Fernanda, így rajti vele! Annyira izgatott vagyok, majd kiugrik a szívem. Aj, Carlos és én kettesben, ez hihetetlen! Nem lehettek kettesben, négyen kell menjünk legalábbis, ezt mondta, mert tudja, hogy féltenek egyedül, és nem szeretné, ha nem engednének el. Persze, az apácsak nem engednének. Legalább velem kell jönnie Luisa Fernandának is. Persze, hát ennyi az egész. Nekem? Nem, rám ne számíts, Vanessa. Jaj, kérlek! Figyelj, ha beléd szerelmes, akkor én csak a terhetekre vagyok. Menjetek csak, én fölösleges vagyok. Ugyan már, Luisa, hogy lennél a terhünkre? Én is megyek. Kérlek, Luisa Fernanda, te vagy a legjobb barátnőm, igaz? Nem teheted ezt velem, tudod, hogy egyedül nem engednének ki. Legfeljebb veled. Ki kell találnunk valamit. Kérlek, Luisa. Kérlek, mondd, hogy jó. Kérlek. Luisa, nem lehet szemére szívni. Gyere, kérlek. Szeretném, ha tudná, hogy semmi érzelem nem fűz a mosztóhapjához, és nem akarok tőle semmit. Nézze, ő nekem nem ezt mondta. Szerintem maga a karjaiba dobta magát, és megcsokolta. Ezt mondta? Uh-huh. De nem így volt. Jól van, elismerem, hogy megcsokoltam, de csak egy impulzus volt. És nem rossz szándékkal tettem. Nézze, nem tudom, hogy mondta, de együtt jártunk. Amikor még fiatalok és bohók voltunk, nagyon szerettem az apját, de ennek már vége. Együtt jártak? Igen. Talán ezért történt meg az, hogy kissé elragadtattam magam. Az első szerelem mindig megmarad. De esküszöm, ez a csók, ez csak ennyi volt. Asszonyom, valójában maga nem köteles magyarázatokat adni nekem. Nos, csak azért teszem, hogy ne gondoljon rosszat rólam. És ha ezt tisztáztuk, egy másik dologról is szeretnék beszélni önnel. Gondolom az apja egészségi állapotáról. Úgy látom, nem csak a szívével van baj. Újabban kihagy a memóriája is. Halló? Halló, kivel beszélek? Az Alcantara család lakása. Mondja, kivel szeretne beszélni? Elnézést kérek, de kivel beszélek? A házvezetőnő vagyok. Kivel szeretne beszélni? Rigoberta asszony. Amélia. A lányom. Ne mondd, hogy nem te vagy. Te vagy Amélia. Igen, én vagyok. Amélia. Én vagyok, Amélia. Hála Istennek, végre lányom. Mondd csak, mi van veled? És hogy vagy? Jaj, Rigoberta, el se tudod képzelni, mennyire hiányoztál nekem. Anya, megint sírsz. Amélia. Rami! Lerakta! Mi volt? Amélia!
a lányom annyi év után. De miért tette le a telefont? Annyi mindent kellett volna mondanom, még azt sem tudtam megkérdezni, mi van a lányával. Amélia. Telefonáltál. De kivel és miért sírsz? Sírok még, hogy én? De hát látom, hogy sírsz. Rosszul látod, én nem sírok. Csak olykor könnyezik a szemem, látod? Tessék. Elég rosszul látok, úgy tűnik, szemüvegre lesz szükségem. Anya, csak nem Monteróval beszéltél megint. Ne aggódj, van ezt a mindent. Persze, képzelem. Nem cinkosod véletlenül ebben az egészben? Jaj, asszonyom, úgy beszél, mintha valami bűntényt követtünk volna. Épp Lupa barátnőmmel beszéltem. Meghívott vacsorára magához ma este, ennyi az egész. Szerintem el is fogok menni. Jól van. Anyuci. Hm? Anyuci? Nos, vajon most mit fogsz kérni? Jaj, semmit, anya. Mindig rosszra gondolsz. Egy dolgozatot kérlek a suliban, és el kell mennünk Vanessával a Nemzeti Könyvtárba. Mivel nincs elég anyag az iskolában, sem filozófia, sem Marx. Vanessa már megnézte, ugye? Igen, mindent végignéztem, de az egész könyvtárban semmit sem találtam. Elmehetek? Rendben, elmehetsz. De 8:05 itthon leszel, megértetted? Jó, itthon leszek. Köszönöm, anya. Viszontlátásra, asszonyom. Mióta vették észre, hogy baj van a memóriájával? Nos, tegnap vált nyilvánvalóvá. A férjem a vállalat ügyeiről beszélt vele, és egyszer csak fehér lap. Azt mondtam, nem emlékszik. Nem emlékszik, hogy erről beszéltek volna. És Rigobertával hasonlóan. Az ügyrendeletéről beszéltek, de erre nem emlékezett. Vett észre valamilyen változást? Vagy például hirtelen rossz kedvű lesz? Nos, tudja. Ő mindig rossz kedvű, doktor úr. Abból, amit elmondott, ezt a korára való tekintettel lehetséges, hogy Alzheimer-kor. De van erre valami kezelési mód? Igen, persze. Ez rendben. Halló? Mi történt, Augusto? Minden rendben. 5-kor találkozunk a csajokkal. Rendben, ott leszek. Remélem nem kések, mert egy műtétem van. Találkozunk. Asszonyom, ne haragudjon, megfeledkeztem az óráról. A műtőben várnak, mennem kell. Viszontlátásra. Ó, rendben, doktor úr. Maradhatok itt, amíg megérkezik az apám. Persze. Köszönöm. Szóval Luis Alejandro a pénzért házasodott. Talán mégsem annyira hűséges, mint ahogyan azt előadta. Ki lehet az, ami a feleségület? Nem, ezt nem engedhetem meg. Ez nem jó. Andreina egyszerűen nem jöhet a házamba. Halló, Andreina kisasszonnyal szeretnék beszélni. Nem, majd később hívom, köszönöm. Meglepetős, kedvesem? Ja, becsinos vagy, mi csinálsz? Korán végeztem az ügynökségen, mert Andreina, mint hogy zseniális, szinte mindent előkészített. Hát ez nagyszerű. És gondoltam, együtt ebédelhetnünk valahol a közelben. Tökéletes. Mit szólsz egy vegetáriánus vendéglőhöz? Régen szerettem. Igen, ahogy mondod. Csak egy pillanat. Halló? Ki az? Persze, add át Alicia-t. Leopoldo, Araúz úr, micsoda meglepetés, mikor értél vissza? Nem mond, és mit tudtál meg? Persze, segítek. Na, ezt mondd csak, hánykor? Oké, ott találkozunk. Életem, azt hiszem, nem ebédelhetünk együtt. Leopoldo bajban van, és rögtön segítenem kell neki. Oh. Utána elviszlek ebédre. Egy kicsit ideges vagyok. Ez az első alkalom, hogy egy lirgáshoz megyek. Rengeteg ember lesz ott. Nem tudom, hogy mit vegyek magamra, Jennifer, segíts! Ugyan már, ez nem egy hivatalos vacsora. Azt gondolom, hogy valami kényelmes, de elegáns cuccot veszel fel, szuper leszel. Legalábbis így gondolom. Én pedig valami szexi dolgot keresek.
Mert az este összevesztünk Carlosszal, és ezt helyre kell hozni. Na, ez te biztos, hogy kibékülünk. Nagyon utálom a feszült helyzeteket. Biztos vagyok benne, hogy nem veszítem el. Szeretitek egymást. Hogy van, Fernando úr? Készen van minden vizsgálat? Igen, de nem hittem volna, hogy ilyen sok időbe telik ez az egész. Majdnem bent kellett maradnom a kórházba. De hála Istennek már túl vagyok rajta. Nagyszerű. Megvárjuk az eredményeket. Biztosan minden teljesen jól alakul. Felveszi a kapcsolatot a kardiológussal, és értesz? Nem, biztosan ő maga felhívja majd önöket. Még a Ne, Carlos, egy pillanat, szeretnék neked valamit mondani. Bármilyen jó is ez a kardiológus, annak ellenére, hogy még nincs diplomád, benned jobban bízom. Köszönöm. És szeretném, ha továbbra is te ápolnál, te figyelnél rám, te lennél a házi orvosom. Érted, amit mondok? Nagyon szívesen, Fernando úr. Bármikor hívhat, mindig a rendelkezésére állok. Rendben. De azért szükségem lenne az adataidra. Adj nekem egy négy-egy kártyát, hogyha baj van, egyenesen téged hívok. Rendben van. Tudom elhinni, hogy Carlos Vanessát akarja látni. Hiszen ma reggel azt mondta, hogy szerelmes belém. És akkor ez most furcsa. Én meg elfogadtam, hogy elmegyek. Most hogy mondjam el Vanessának, hogy mégsem? Jaj, azt hiszi, ünnepségre megy. Túl sokat késik. Ah, persze, hogy elmegyek. Sarokba szorítom és leleplezem Carlost. Milyen hazug, milyen kétszínű. Luisa, te itt vagy? Mit csinálsz itt ilyen egyedül? Jó napot, néném. Az a helyzet, hogy éppen Vanessát várom, mert szeretnénk elköretkedni a Nemzeti Könyvtárba. Filozófia dolgozatot kell írnunk, és itt nincs elég anyaghoz. Sokáig lesztek ott? Nem. Rendben, akkor mehettek. Á, már itt is van. Jaj, Vanessa, mintha nem könyvtárba mennél, hanem ünnepségre. Nos, nincs más, amit felvehetnék. Ezt is az apám vásárolta. Milyen? Rendben, ne késsetek. Rendben. Itt kell segítsen lám. Luisa Fernanda, hogy nézett ki? Rára, annyira ideges vagyok. Nagyon szép akarok lenni, hogy tetszem Carlosnak. Nem is tudom, mit csinálnék nélküled. Jó voltál, amikor előadtad az ügyet az anyádnak. Mi újság, Augusto? Hello. És Carlos, nem úgy volt, hogy eljön veled? Úgy egyeztünk, hogy itt találkozunk. Mária, mi? Szia. Annyira örülök, Luisa, hogy el tudtad kísérni Vanessát. Így is érzem magam fölösleget. És nem tudod, hogy milyen remek ötlete volt, hogy kiengedjenek a suliból? Na, mondjad. Képzeld csak, Joaquin nem ő. Nézd, itt van. Bocsássatok meg a készülszínet, a műtőben kellett lennem. Hogy vagy, Augusto? Nekem nem is köszönsz. De persze. De ugye nem fogunk egész meg áldogálni. Nem. De a bakárhúzóba. De mi menjünk előre, mert szerintem nekik titkos témájuk van. Annyira örülök ennek a találkozónak. Augusto már mindent elmondott. Gyere, menjünk. Szia, szerelmem. Meg is jöttem. Nyilvánvaló, látlak. És elég legyen már ebből a szerelmemből. Egyedül vagy? Nincs a lányom. Dolgozatot kell írnia, elment a könyvtárba. Jól van. Így legalább nyugodtan beszélgethetünk. Gondolkoztál rajta, hogy megkeressük az apádat? Igen. Csak is ezen gondolkoztam, és igazad van, meg kell keresnem. De egyedül, Pedro, azt gondolom, hogy nem lenne túl jó ötlet, ha te is velem jönnél. Amelia, kidobott, mert azt hitte, hogy teherbe ejtettelek. Nekem is ott kellene lennem, amikor találkoztok. Igen, viszont ahogy ismerem, lehet, hogy feldühödne. És még engem se hallgatna meg. Először egyedül kell találkoznom vele, ha tetszik, ha nem. Értem, hogy nem engednek ki minket az iskolából, de Luisa Fernanda azt mondta, hogy a Nemzeti Könyvtárba kell mennünk. De miért nem örülsz, hogy itt vagy? Nem értem. Miért mondod ezt? Nem hagytam volna ki ezt a találkozást.
Azt mondják, itt a legjobb a fagyi, de én meg nem ettem, nem baj, majd a következő alkalom. Nem, hogy a következő? Jaj, Lisa Fernandán, milyen kérdés ez? Még rengeteg ilyen alkalom lesz. Én azt akartam kérdezni, hogy legközelebb nem tudnátok kitalálni valamit, hogy ettére engedjenek. Igen, nem hiszem, hogy kitalálhatnék valamit. És a kávé? Nem azért jöttünk? De, igen, igazatlan, kérjük. És mit akarsz mondani az apádnak? Nem tudom. Nagyon sok mindent. Gondolom, megkérdezi majd, hogy megy sorom. És biztosan kérdez Luisa Fernandáról. És megmondod, hogy nem én vagyok az apja? Nos, egyszer csak kell mondanom neki is az igazságot. Figyelj, ha neki elmondod, akkor Luisa Fernandának is meg kell tudnia. És ezt nem szeretném. Egész életemben eltűrtem, hogy megalázd, hogy a szememre vesz, hogy átkozott túl, hogy milyen rossz életed van mellette. 18 éven keresztül olyan voltam, mint egy nyambat kutya, és nem mint egy ember, akinek méltósága van. És bár kétlet, de igenis van méltóságom. Mindezt csak azért tűrtem el, mert szeretlek. Magam sem tudom miért, de szeretlek, Anita. Luisa az életem értelme. Nem tőlem van, de a lányom is. A mindenem. És nem engedem meg, hogy elmond neki, hogy nem én vagyok az apja. Sosem engedem meg, Amélia. Igen, igaz. Jó lenne valamit kitalálni. És Luisa, te mit mondanál a szüleidnek? Semmit. Nem akarok kitalálni semmit. Kezdődnek a záróvizsgák, úgyhogy tanulnom kell. Jól van, de pénteken és szombaton nem tanulsz. Ne legyél már ilyen. Ne csináld ezt, kérlek. Kérlek, Luisa Fernanda, hiszen te úgyis kitűnő tanulók. Igen, viszont te nem. Rosszul állsz matekból, és tanulnod kellene a hétvégén. Bocsánat. Hová mész? A mosdóba. Egyszerűen fogalmam sincs, hogy mi baja van mostanában. Biztosan az anyjával vannak problémái. Na, de mindegy. És mit fogunk csinálni a hétvégén, Carlos? Mondd meg Rigónak, készítsen egy hideg limonádét, amíg átöltözöm. Jól látom. Szépen kérjed, jó kislányom? Menj. És pihenj le. Rendben, megyek. Rigoberta! Átöltözöm. Rigoberta! Rigoberta! Igen? És az apád hol van? Fenn van és átöltözik. Szeretné, ha készítenél egy citromlevet. Figyelj ide, Consuelo, annyira zaklatott vagyok. Hívott a testvéred, Amélia? Nem is tudom, Vanessa, az az igazság, hogy rengeteg munkám van a kórházban. Eléggé elfoglalt vagyok, tudod? Csak egy pillanat, jó? Már is jön. Jó. Mégis, mi történt Carlosszal? Talán felidegesítettem? Biztosan rosszul érzi magát miattam. Nem. De hát nincs miért, mert ő hívott el, és ő akar velem lenni. Akkor meg miért viselkedik így? Még csak ez hiányzott, hogy végignézzem, hogy flörtöl Vanessa Carlosszal. És ő? Mintha mi sem történt volna köztünk reggel. Aj, kedvem lenne. Hogy bízhattam meg benne? Mit keresel itt? Ez egy női vécé, megörültél? Nem, nem csak beszélni akarok vele. Miért? Hogy elmondd, hogy Vanessa? Semmit nem értek. Mi jutott a barátnődbe? Úgy flörtöl, mintha... Szerelmes vagy belé. Igen, Augusto elmondta, hogy szerelmes vagy Vanessába. Egyszerűen hazug vagy. Nem ezért jöttél ide, hogy ezt elmondd? Nem, Augusto megkért segítsem, hogy találkozhasson vele.
És minthogy látni akartalak. Hazug vagy! De tudod mit? Mindent elmondok Vanessának. Minden hazugságodat, amit reggel mondtál nekem. Louisa Ferdinand, nem volt hazugság, amit mondtam. Engem nem érdekel ő, hanem te. Todos sentimos mutuo amor.